Az elmúlt évben a feljutás kiharcolása után csak egy szinte kiürült játékos piacon nézhetett szét a kisvárdai klub vezetősége, így idén már a bajnokság vége előtt megkezdték a tárgyalásokat a játékosokkal az illetékesek. A csapat ugyancsak az utolsó fordulóban biztosította be a bennmaradást, de addig már jó néhány kézilabdázóval megegyeztek az előjárók. Bár 9-en távoztak, több meghatározó játékos, például Jekaterina Dzsukeva, Samira Rosa, Marina Dimitrovics, Olena Umanyec és Orbán Adrian is a közös folytatás mellett döntött. Melléjük 9 új kézilabdázó szerződtetett a KKC. Az őrnel igazolt játékosok közül természetesen a Tristu Krisztina neve mindenképpen nagyon jól hangzik. Ő a legutóbbi bajnokság gólkirálynője, válogatott játékos. Úgy gondolom, hogy ő az egyik legnagyobb igazolásunk. Akit még említenék, ha már magyar játékosokról van szó, a Trifági, aki nagyon nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy tehát a Békés Csabán nagyon sok pontot sikerült szerezni végjátékokban, tehát ő is mindenképpen úgy gondolom, hogy egy jó igazolásunk lesz. A Krim Jubilnától sikerült megszereznünk a Vesna Milanovic Litrét, ismerős lehet a neve a magyar kézilabda kedvelők körében, mert hogy ő korábban Győrben is megfordult, védekező támadó játékos, tehát azért erre is hangsúlyt fektettünk, hogy egy kicsit taktikai szempontokat is figyelembe vettünk az átigazolásnál. Mellettük az orosz válogatott Mária Gárbuc, a szerb válogatott Tamara Georgiev, valamint 4 fiatal, Balogh Judit, Élő Beatrix, Katona Flóra és Marincsák Nikolett kötelezte el magát Kisvárdára. A keret így erősödött, de a konkrét célok kijelölésével egyelőre még vár a klub vezetése. Természetesen föl kell mérnünk, hogy a többi csapat mennyire erősödött, és azután szeretnénk kitűzni a célokat, de azt már most megfogalmazhatjuk, hogy jövőre szeretnénk előrelépni. Az, hogy milyen mértékű lesz az előrelépés, ezt most per pillanat nem tudom elmondani, de minden adott ahhoz, hogy jövőre egy jó szezont, egy eredményes szezont tudjunk produkálni. A kisvárdai csapat július 17-én kezdi el a felkészülést a városi tornacsarnok felújítása miatt a Szent László gimnázium csarnokában. A szakmai stáb változatlan marad, Máté Fieszter szakmai igazgatóként, Dévényi János edzőként, Farkas Andrea pedig kapus edzőként foglalkozik majd a kézilabdázókkal.